history of Klasky Csupo. Over 25 years in the middle of Hollywood, a prominent and wildly wacky animation studio, with over 700 employees, 13 successful TV shows, 4 mega-hit theatrical animated movies, 8 Emmy Awards, 5 Cable Ace Awards, a star on Hollywood Boulevard, and 2 unpronounceable names, Klasky and Csupo. But who are these guys anyway? Arlene Klasky is a young American graphic designer of Polish origin, living in Los Angeles, who in 1979 visited Stockholm and met Hungarian immigrant animator Gabor Csupo there. Mutual admiration and creative spark arise, and Gabor finds himself within weeks in the City of Angels. One might wonder, what is a Hungarian guy doing in Sweden in the first place? Gabor Csupo was born in Budapest, Hungary in the early 50s. Being extremely artistic as a child, he always preferred a 2B pencil to a candy bar or ice cream. Fascinated and influenced by the magic of animation, he watched Disney's 101 Dalmatians 102 times in a row. As a starving young artist during the 70s, Gabor realized that he could not stomach any more the unlimited freedom and endless opportunities the communist regime so graciously provided to all of its citizens within the homeland. At the time, listening to Western artists like Frank Zappa, King Crimson, Genesis, Pink Floyd or Mahavishnu Orchestra on secret radio stations considered crimes of decadence, punishable by 3 years in prison while being forced to listen to the Russian anthem over and over. Gabor strangely preferred Zappa's guitar solos to balalaika on Gulag Island. Right after serving 2 years in the Hungarian army, he decided with close artist friends East von Fellner, Tamara Varga, along with musicians Leslie Mandoki and László Becker, to escape to the Wild West to seek more certain fame and fortune. In 1975, at the age of 22, taking a fake vacation with red passports to Yugoslavia, Gabor and friends managed to sneak through a long train tunnel to Austria. In Vienna he gets a tip that a Swedish studio is looking for animators. The five of them managed to slip through borders of Germany and Denmark, where they got captured and arrested by border patrol police. The Danish cops were certain that the busted hippie suspects must have smuggled substantial drugs through their pristine border. To their big disappointment, they did not find anything compromising besides dirty socks and their uniformly unpleasant body odor. The Dons very politely and very inappropriately denied the refugees' request for political asylum and very impolitely tossed them back into Germany, not even offering them their famed pastry. But the Krauts were more than generous, happily embracing them with proper permits and fine shelter. After 5 months of eating cabbage and bratwurst in the Zirndorf refugee camp near Munich, Csupo and his two animator friends were free to head for Sweden. Mandoki and Benke decided to try their musicianship in the land of BBB, Bach, Beethoven, and Brahms, and stayed in Germany. Not a bad choice, considering their future immense success in the field with Mandoki soulmates, practically hiring all of the unemployed aging musicians from the 70s jazz rock era from all around the world. In Stockholm, IKEA was never closer to home for Gabor. After cheaply furnishing his apartment and 4 years of animating Egerton Saxon Team Studio, Gabor met Arlene at a bright summer party. Romance ensues during Full Sun at Midnight. In 1980, in Los Angeles, after a few months of animating Scooby-Doo for Hanna-Barbera, Gabor talks Arlene into starting their own small animation company. First, it is in their small apartment in Hollywood. Then in 1983, they move into some industrial space to grow bigger. Commercials for Coca-Cola, Taco Bell, whipping out TV station logos, TV specials for McDonald's, music videos for the likes of Beastie Boys and Luther Vandross. In 1988 arrives A Big Break, the Simpsons bumpers for the Tracy Ullman primetime show on Fox Network. Upon success, Fox orders full half-an-hour episodes. Out of nowhere, Nickelodeon starts to snatch up Klasky Csupo creations like The Rugrats, Real Monsters, Wild Thornberries, Rocket Power, All Grown Up, As Told by Ginger. All other major networks also jump into the game. Sesame Street shorts for PBS, Stressed Eric on NBC, Edith Ann specials on ABC, Sandro Bagheera lunches on CBS, Immigrants for Spike TV, Duckman premieres on USA Network with Frank Zappa supplying music. Then Paramount Pictures knocks on the door for some box office hits. 1998, The Rugrats Movie, grossing over $100 million at the U.S. box office. 2000, Rugrats in Paris. 2002, The Wild Thornberries Movie.
Peter Gabriel of Genesis writes music. Paul Simon receives an Academy Award nomination for his song Father and Daughter from the same picture. 2003, Rugrats Were Wild. During all of this, Gabor builds his dream house on Mulholland Drive in Beverly Hills, right across from the homes of Marlon Brando and Jack Nicholson. Chupo Lunch's G Gallery in Santa Monica. Lumpy Gravy Restaurant in Hollywood, where celebrities like Madonna, Tim Curry, Peter Gabriel, the Zappa family, and Bruce Willis are recurrent visitors. He also starts Stone Casualty's record label, featuring avant-garde electronic music by international artists, releasing over 90 albums. Chupo also produces his very own music, through the years unleashing over 20 albums of crazy electronic soundscapes. Then live action kicks in. 2006, the Walt Disney Company and Walden Media hire Chupo to direct Bridge to Terabithia. Gabor gets to work with Taxi Driver and Raging Bull cinematographer, Michael Chapman. 2008, Gabor helms the Moon Princess for UK Warner Brothers. 2017, back in Hungary, Andy Vina lures Gabor to direct Papa Pia. A critical disaster but a box office bonanza. During all of this madness, Gabor also a busy producer as a father, bringing six beautiful children to this world. First comes Jared, then Brandon, along with Ruby, Bowie, and Romeo. The latest creation is the young wildflower Kelsey, who is currently 6 years old. Unfortunately, in 2018, Jared passed away at age 33, losing a long battle to liver cancer. 2019 and forward, Nickelodeon Studios starts pre-production and production on 26 new Rugrats with a contemporary CGI look, Gabor Chupo and Arlene Plasky executive producing. Kedves nézők! A New York-i Magyar Konzulátusról jelentkezünk, ahol éppen egy könyvbemutató végén vagyunk itt a könyv kiadójával is, azzal, akiről szól, és ez nem kis dolog, mert ez a Magyarok Hollywoodban sorozatnak egy része, úgyhogy be is mutatnánk, hogy kikkel beszélgetünk. Takó Sándor vagyok, üdvözlöm. És hát valami dolgot csak van ezzel a sorozattal, nem? Igen, hát 2020-ban indítottuk útjára a Magyarok Hollywoodban könyvsorozatot, amely elindult Hollywood két magyar alapító atyának az önéletrajzi kötetének a kiadásával, Cukor Adolfról és William Foxról van szó, amely folytatódott később a háromszoros Oscar-díjas Rózsa Miklós zeneszerzőnkkel, és hatalmas nagy öröm és megtiszteltetés, hogy Csupó Gábor, ötszörös Emmy-díjas animációs filmproducer rendező, a többek között, aki nevéhez fűződnek ugye a Simpsons család, a Fecsegő Tipegők, a Jaja Szörnyek, a Hiter Abiti a Földjére, és napestig sorolhatnám, hollywoodi magyar ikonunk, élő hollywoodi magyar ikonunk elfogadta a felkérésünket, és készíthettünk egy kötetet, könyvet, egy életrajzi könyvet az ő nem mindennapi fantasztikus és inspiratív életéről. Hát ehhez mindjárt hozzáteszünk azt, hogy mindannyian úgy érezzük, hogy az az óriási magyar hagyomány, ami Hollywoodot elindította és kísért az útján, jelenleg úgy van, hogy hát ön, Gábor Csupor. Rajtam van aki, a súly, ugye? Hogy igen, a súlya. Felelős, hogy tovább vigyük ezt a tradíciót, és szívesen vállalom. Igen. Hát lehet, hogy ez nem volt egy megfogalmazott program, hogy ezt kell csinálni, de hát ebből ez jött ki. Ez jött ki pontosan. Én nem is a hírnév, vagy a pénz, vagy a díjaknak az összegyűjtése, ami inspirált engem, hanem mert egyszerűen imádtam a szakmámat, és ez volt az életem. Ez egy csodálatos láncolat, és ennek a láncszeme lenni, az egy nagyon komoly dolog a szemünkben. Én úgy gondolom, hogy a könyv... már a címe is, hogy egy kicsit fölveti, hogy micsoda hatalmas utazás volt ez. Hát ez a Pannonia stúdióban, ugye, beszéljünk egy kicsit a kezdetekről, akkor még ez nem volt világos, hogy
Hollywoodban ez fog történni, nem igaz? Abszolút nem volt. Azt se tudtam, hogy hova akarok menni, csak annyit tudtam, hogy nekem szabadság kell, és valamerre nyugatra. Annyira nem voltam fölkészülve, sőt, nagyon rossz tanuló voltam, hogy még a térképet is alig ismertem. Csak azt akartam, hogy szabadságban legyek. És valahogy kikerültem Svédországban nagy kalandon keresztül, dánok elkaptak, visszadobtak németeknek, ott ki kellett várni táborba, mindenfajta nehézségen keresztül, és utána meg amerikai hölgyel találkozni Stockholmba, aki átcsábított Los Angelesbe, valahogy így, mintha meg volt írva a nagykönyvbe. Tehát nekem valahogy így összeálltak a csillagok, hála Istennek. Menjünk vissza meg korábbra. Hogyan jött elő egyáltalán, hogy animáció legyen? Hát beleszerettem magába a varázsának annak, hogy én mindig szerettem rajzolgatni, firkálgatni, és amikor megláttam a 101 kiskutyát, a Walt Disneynek a filmjét, akkor varázsolt el engem az az ötlet, hogy milyen mágikus hatása van annak, hogy a rajzok meg is tudnak elevenedni, mert idáig csak ugye ilyen rövid filmeket láttam, Mickey Mouse, nem annyira minőségű rajzfilmeken nőtt föl az ember, de ennek nekem olyan varázsa, hatása volt dramaturgiailag, emocionálisan, hogy nagyon megfogott. Akkor döntöttem el, hogy én azt szeretnék lenni animátor. Ez az animációban az a csoda, hogy szemben a játékfilmmel, ahol egy kamera előtt kell megteremteni egy jelenetet, az animációs ötletek az alkotó fejéből jönnek ki. Így van. Én mindig is hangoztatom, hogy szerintem az animációs műfaj az egyik legkomplexebb művészeti forma, pontosan azért, mert benne van minden, a zene, a koreográfia, a színészi játék, a kézügyesség, a sztorinak az elmondása, ugyanúgy, mint egy élő cselekményes film, de itt ráadásul mindent a saját fejedből kell, még a színészi játékot is elképzelni, lerajzolni, megmozgatni. Tehát egy nagyon-nagyon komplex műfaj, amit nagyon-nagyon sokáig, évtizedekig, vagy lehet, hogy több, majdnem 100 éven keresztül egy kicsit másodrangúnak kezeltek, egészen odáig, amíg a Pixarnak a rajzfilmjei, vagy az animációi, vagy egyébként hála Istennek tudok saját alkotásomról is mondani egy példát, amikor a Rugrats első filmje kijött, hihetetlen kasszasikerrel debutált, amit senki nem hitt el, hogy ez lehetséges. Ekkora kis investment, mondjuk 20 millió dolláros befektetésből az első hétvégén bejött majdnem 100 millió dollár. Tehát ez nekik egy akkora üzletnek nézett ki, és olyan lehetőségnek, hogy megfordította az egész műfajnak a reputációját, meg a lehetőségeit, hála Istennek. Na, olyannyira, hogy ma, már jó ideje, nem csak ma, már jó néhány éve, akik a kasszasikert nézik, mondjuk az első ötbe, az biztos, hogy egy egész estét betöltő rajzfilm benne biztos, van. Biztos van, így van, mert ugye a rajzfilmeknél általában az a célpont, hogy az egész családot szórakoztatja, ne pedig csak a bizonyos korosztályt, vagy egy bizonyos stílust, horror, vagy komedi, vagy dráma, történelmi film, de egy családi filmre mindig szükség van. Tehát kell egy olyan momentum a családnak a részébe, amikor minden a gyerekestől a szülők minden együtt tudnak valaminek örülni. És pontosan ez volt a lényege, amikor mi kezdtünk rajzfilmeket fejleszteni, hogy ne csak a gyerekeknek rajzoljunk, hanem a szülők se unatkozzanak mellettük, hanem ők is élvezzék. Tehát olyan szinten próbáltuk a forgatókönyveket írni, meg fejleszteni, hogy mi is, mint felnőttek, végig tudnánk nézni, és ne kényszerből üljenek a szülők a gyerek mellett, hogy mikor van ennek már vége, hanem a gyerekeknek is írtuk, meg a szülőknek is egyszerre. Hát ez nem könnyű feladat, de elég szépen összejött a sok munkával. De azért már a sok siker után, már az említett filmek sok sikere után, csak-csak jött egy rákacsintás az élő játékfilmekre.
Igen, hát én mindig szerettem az élő filmeket, mai időkben is nagyon követtem, hogy kik a nagyon jó rendezők az én ízléseim szerint, meg a cinematográfia, engem ezek nagyon-nagyon érdekelnek és izgatnak. És ez majdnem, hogy véletlenül jött, amikor épp befejeztünk egy nagyobb sorozatot, akkor fölkerestek a Walden Mediától és a Disneytől, hogy lenne kedvem ránézni egy könyvre. Akkor még nem volt forgatókönyv, csak egy könyv. És elolvastam a könyvet, és nagyon megmozgatott emocionálisan, és mondtam, hogyha ebből lesz egy jó forgatókönyv, és az is ilyen minőségű, mint az eredeti könyv, akkor igenis érdekel, és akkor így született az egész. Hát nem csak egy, utána jött meg egy pár, tehát szerintem most már mind a két területen komoly sikerek vannak. Igen, hála Istennek, én is tényleg ezért hálás vagyok, de úgy érzem, hogy ez azért van, mert tényleg szeretem a szakmát, és amikor valamit csinálok, akkor szívem, lelkemet beleteszem, amit tudok. És ez remélhetőleg meglátszik. Nem csak a szívet, erről beszéltünk, hogy az agyba is zajlanak dolgok, és ezzel a rendkívül stílusos kalappal letakart agyból nagyon jó ötletek jöttek elő. És nem csak a... Ezt csak a kalapnak köszönhetem. Ha leveszem, meg se tudok szólni. De és a tetejében ugye olvastam azt a véleményét, hogy a film totális művészet, és beszéltünk most is erről, szóba jött, hogy például a zene is benne van. Tehát a zenében is egy nagyon komoly pályafutás jött össze. Csak azért, mert ugye eredetileg a szüleim zeneiskolába irattak be, és sajnos én nagyon csibész voltam gyerekkoromban, sokat lógtam zongoraórákról, de akkor is a zeneóránkról inkább a zeneklubokba mentem, Illés Sirius, meg Kex együttes, ezeken nőttem föl, underground zenéken, és apám elég időben észrevette ezeket, és sajnos komoly büntetéseket kaptam tőle, mert nem voltam jó tanuló. De viszont a zene szeretete, az egész művészetnek a lüktetése belém szívódott, és azért is vagyok a mai napig is egy nagyon nagy zene rajongó, meg ugye Amerikában, Los Angelesben indítottam egy zenekiadó céget, ahol megint csak inkább úgy mondva művészzenéket próbáltam összeszedni, olyat, ami nem kerülnek soha föl a top 40-ra, tehát nem slágerzenékről beszélünk, hanem én úgy éreztem, hogy művészek, akik így próbálnak szinte hangokkal festeni képeket, azok érdekeltek engem, amik megmozgattak, instrumentális zenékről beszélünk leginkább, de amik megmozgattak, megkaptak, vagy elkapták az érzéseimet, azok érdekeltek. Na most a rajzfilm terén beszélt arról, hogy egy korai rajongás volt a Walt Disney filmek iránt. Zenei oldalon viszont a Frank Zappához volt, az hogy jött össze? Hát úgy jött össze, hogy mikor először sikerült meghallgatnom Magyarországon egy olyan lemezt, amit ezerszer meg tudtam hallgatni, és mindig újat mutatott, mindig valami érdekes, újabb részleket tudtam felfedezni, akkor engem ez nagyon megfogott. Meg elkezdtem az én saját kis primitív módomon elemezni ennek az embernek a lelkét, ahogy én el tudtam képzelni, hogy ő ez hogy jutott arra az álláspontra, vagy arra a szerkesztői, kreatív pontra, hogy ilyen zenét tudjon alkotni, akkor engem ez nagyon ösztönzött, mert úgy éreztem, hogy ő nem követ senkit, hanem egy saját stílus próbál varázsolni, és megy a saját elképzelései után, és engem ez példaképpen vitt az egész életembe, hogy én sem akarok senkit utánozni, nekem az az igazi művészet, aki valaki nagyon eredetit tesz le az asztalra, és nem utánoz másokat. Hát egyetemi tanárként nem állom meg, hogy meg ne kérdezzem, mert úgy tudom, hogy van egy oktatói oldala is, méghozzá úgy tudom, hogy közösen a Mohony Nagy Egyetemen, így van? Talán ott is volt valami találkozás. Így van, Gábor a Mohony Nagy Művészeti Egyetemnek a címzetes egyetemi oktatói
címét kapta meg, amely azzal, abban a pillanatban nem csak egy elismerés, hanem egy kötelezettséget is mond maga után. Úgyhogy Magyarországon a Moholy Nagy Művészeti Egyetemtől egészen a Pázmány jogi karáig bezárólag előadásokat, nagyon izgalmas kerekasztal beszélgetéseket vett részt tartott Gábor. Úgyhogy szerintem nagyon fontos, hogy az ő tudását, az ő tapasztalatát, az ő szemléletét, az ő innovatív világképét magunkba szívjuk minden lehetséges módon, könyvben, előadásokon, filmben egyaránt. Úgyhogy nekem ez egy hatalmas élmény volt, ez a 3 éves utazás, amíg ez a kötet elkészült, és ezen az úton is még egyszer köszönöm, Gábor, hogy együtt dolgozhattunk. Nekem tényleg egy valóra állt álom az, hogy itt lehetünk, és hogy ez a könyv most már kézbe fogható. És hát nagyon bízom benne, hogy nagyon sokakhoz el fog jutni a könyv is, és Gábornak a munkássága, mert ebből is látjuk és bizonyítható, hogy igenis vannak egyedülálló teljesítményeink, és igenis vannak olyan tehetséges és szorgalmas embereink, akikre fölnézhetünk, és akiknek az életéből tanulnunk kell, és egy picit talán saját magunk életére is tudjuk adaptálni az ő teljesítményüket és világképüket. Hát én csak feltételeztem, hogy a Moholy nagyon valahogy összejövetel, az valamilyen formában belejátszott abba, hogy a könyv kialakuljon. De mi volt ennek a genezise? Mi volt a metodikája? Hogyan jött létre ez a könyv? Könyv a Film Hungary kiadó, illetve a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelmélet és Módszertani Kutatóintézetének a közös gondozásában jött létre. A Magyarok Hollywoodban könyvsorozatnak a tagja. És úgy indult, hogy eredetileg egyébként egy interjúkötetnek készült, de nagyon hamar felismertük, illetve nyilván, és Gábornak is ez egy egyértelmű kérése volt felénk, illetve a Művészeti Akadémia felé is, hogy egy olyan kötetet készítsünk, ami az ő személyiségéhez és művészetéhez hasonlóan egy nem konvencionális, tehát nem nem kommersz, így van, és tényleg egy színes, szagos dolog jöjjön ki belőle. Én úgy gondolom, hogy erre nagyon törekedtünk. Több mint 300 fotó, 200 grafika található a könyvben, amellett, hogy több száz órányi interjú, sok nagyon inspiratív személyiséget. Tehát Gábor mellett is Gábor családtagjai, munkatársai, elismert hollywoodi szakemberek, stúdióvezetők, alkotók szólalnak meg a könyvben, és mindannyiunknak a személyes nézőpontján, történeteink keresztül igyekeztük megmutatni a csupó sztorit és a csupó hatást, ami minket is rabul ejtett, illetve azt tapasztaltuk, hogy azokat az embereket is, akik megszólaltak a könyvben. Hát én most itt megpróbálom elképzelni, hogy ez hogy volt. Hát ennek nyilvánvalóan most, amit mondott, abból kiderült, hogy volt egy nagyon komoly kutatási része. De gondolom, hogy a legkellemesebb része volt az, amikor leültek a Gáborral, és interjút, és beszélgettek, gondolom, kávé vagy borocska fölött, és hát ezek nem voltak rosszak szerintem. Volt mind a kettőből pont elég, borból is, kávéból is, így van. Így van, ebben a sorrendben. Így van, így van. Segít, hogy megeredjen a nyelvünk egy kicsit, mind igen. A kettő. Látszik, hogy mind a ketten fél... Egyik fölpörget, a másik lelazít. Igen, mind a kettőnkön érezhető, hogy félénk visszahúzódó típusok igen. Vagyunk, de az alkohol hatására még inkább, nem a viccet félretéve, igen, természetesen ezek nagyon, egyébként nagyon mély és tartalmas beszélgetések voltak, rengeteget beszéltünk, és valójában legalább 5-6 könyvnek az anyaga
összegyűlt. A nagy munka az volt, hogy miképpen szerkesztjük ezt egy olyan vezérfonal mentén, hogy aztán tényleg a legnehezebb az volt, hogy mindazt a fantasztikus, sok izgalmas történetet és élményt, amit mi átéltünk, és amit mi megtapasztaltunk Gábor elmesélésében, a képeket felidézve, hogyan tud egy olyan könyvé összeállni, ami egyrésztről annak is, azok számára is inspiratív, akik nem feltétlenül a filmben dolgoznak, csak érdekli őket akár a filmvilága, vagy a szórakoztatóipar, vagy a művészetvilága, vagy akár csak érdekli, milyen volt Magyarországon gyermeknek lenni a 60-as, 70-es években. És ebből állt össze ez a kötet. Nagyon, tényleg egy nagyon inspiratív és izgalmas időszak volt. Most úgy tudom, hogy ennek lesz egy angol nyelvű verziója is. Törekszünk rá, már az angol nyelvű fordítás folyamatban van, majdnem kész van, és majd keresünk egy nagyon megfelelő kiadót, akire úgy érezzük, hogy kellőképpen ezt tudja terjeszteni az egész angol, nem csak Amerikában, hanem az összes angol nyelvű területen, mert szerintem tényleg inspiráló. Nem azért, mert rólam szól, hanem nagyon sok mindent lehet belőle tanulni, a kitartásról, a munkaszeretetről, meg az, hogy soha ne dobd el az álmaidat, és mennyit törekedjél végig. Én úgy érzem, hogy a sok előadásom alatt nagyon sok fiatal tudtam inspirálni, és már ezért szerintem megérte ennek a könyvnek a születése. Jövőbeni tervek? Szeretnék sokat pecázni, még több zenét hallgatni, még több filmet nézni, és hát sajnos még van egy pár projekt, amire, vagy nem sajnos, hanem remélhetőleg, hála Istennek, vannak olyan projektek, amire már elköteleztem magam, tehát mindig érdekel a kreativitás. Annak ellenére, hogy majdnem minden nap úgy kelek föl, hogy jaj, de jó lenne semmit csinálni ma, mégse sikerül, mindig valami beugrik és valami pörög, de hát lehet, hogy ez így van megírva a nagy könyvben. Meg nem állom, hogy ne tegyem azt a megjegyzést, hogy szerintem ez az életpálya egy filmet is megérdemelne. Hát igen, azt hiszem, hogy vannak különböző kisebb-nagyobb tervek ezzel kapcsolatban, majd meglátjuk, hogy merre visz a sors, így van. Ez borzasztóan fontos számunkra, hogy ez a Magyarok Hollywoodban ilyen szépen él és folytatódik, és hogy ez a hagyomány ilyen különleges pályában és munkakörben csatlakozott ilyenekhez, mint az Adolf Zukor, mint a William Fox, és megjönnek majd mások. Igen, szerintem a fiúk arra gondoltak, most már kéne egy élő srácot is találni, akit tényleg meg lehet interjúvolni, és megmondja mindenkinek, hogy ez tényleg minden így van ebbe a könyvben, mert a szerencsétlen Cukorék meg a Rózsa Miklósék már nem tudnak hozzászólni. Szóval az a nagy előnyünk van, amit hozzá tudunk adni a könyvhöz, a videó és a televízió révén, hogy kedves nézők, egy élő beszélgetést hallottak Csupó Gáborral, aki a nagy Magyarok Hollywoodban hagyomány élő folytatója. És most látják, hogy milyen a stílusa, ugye? Ezt ilyen formán, hogy beszél és gesztikulál, ezt a könyvben ilyen szépen nem lehet látni, úgyhogy mi ezt hozzáadjuk a könyvhöz. Jó, hát remélem nem túl gesztikuláltam magam, de hát amennyire sikerült, próbáltam visszafogni magam. Nagyon szépen köszönöm az interjút, és sok szerencsét kívánok.